A vész elhárítása. Életünk egyik legnagyobb célja az, hogy lelkileg békében éljünk. Csak kevés ember él a lelki nyugalom állapotában, mert ezt nem tartják olyan célnak, amely eléggé fontos. És ha mégis, nem szentelnek elég időt arra, hogy megértsék, mi is áll köztük és a nyugalom között. Korábban beszéltünk az egyik legnagyobb akadályról, vagy akadálypárról, melyek a negatív szokásminták. A félelem a kudarctól és a visszautasítástól. Ezek hatalmas mennyiségű lelki nyugalmat rabolnak el. Beszéltünk a bűntudatról is. Az alkalmatlanság, az értéktelenség és a meg nem érdemeltség érzéséről. Ezek is megfosztanak lelki békénktől. Ebben a szekcióban pedig az utolsó, ha úgy tetszik, kulcselemről beszélek, a negatív érzelmekkel kapcsolatban, amit úgy nevezünk negatív fantázia. A negatív fantázia kifejezés abból a széleskörű szakirodalomból származik, amelyet a század elején halmoztak fel. Felfedezték, hogy a negatív fantázia olyan valami, amit mi magunk hozunk létre, és ami hatalmas mennyiségű stresszt és depressziót okoz. A negatív fantázia félelmet ébreszt. A félelem egyik legjobb meghatározása, amit mostanában hallottam, az, hogy a képzeletben lezajló tapasztalatok valóságosnak tűnnek. A fantáziált tapasztalatok valódinak tűnnek. Más szóval csak olyan tapasztalatok, amelyeket a képzeletünkben a fantáziánkkal formálunk. És töprengünk rajtuk, és minél többet gondolunk rájuk, annál valóságosabbnak tűnnek. Nekem 3 gyerekem van. És ha megengedem, hogy megnézzenek egy ijesztő filmet, még ha küzdenek is ellene, utána úgy érzik, félelmetes figurák vannak az ágyuk alatt, a szekrényben is, mindenütt. Mert a fantáziált tapasztalat valósággá válik. Egyszer a kis Michael nem tudott aludni a saját ágyában, mert meg volt győződve, hogy szörnyetegek vannak benne. Mit nevezünk negatív fantáziának? Van rá egy másik szavunk is, az aggódás. Az aggódás hosszantartó félelem, amit a bizonytalanság okoz. Az aggódás a bizonytalanság okozta hosszantartó félelem. Hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha meghozunk egy döntést, elűzzük az aggódást. Néhány éve folyt egy felmérés, amelyben sok ezer nőt és férfit megkérdeztek arról, mi miatt aggódtak ebben az időszakban. Ezeket összegyűjtve megtudták, mi miatt aggódnak az emberek. Az aggodalmak 40%-a olyasmi volt, ami soha nem történt meg. Ezek az emberek később belátták, hogy olyasmi miatt aggódtak, ami nem következett be. Féltek, hogy elkésnek, vagy hogy elvesztik állásukat, vagy hogy rosszul alakul egy randevú, vagy egy kapcsolat. Az aggodalmak következő 30%-a múltbéli dolgokra vonatkozott, amiken már úgysem lehet változtatni. További 12% az egészségre vonatkozott. A legtöbb esetben persze indokolatlanul. Azt hitték, van valami komoly bajuk vagy betegségük, ami aztán nem bizonyult igaznak. Az emberek aggodalmainak 10%-át apróságok tették ki. Például, lesz-e elég aprója a parkolóórába, vagy hogy a szerelme felhívja-e? Szóval hatalmas aggodalmak. Az aggodalmaknak csak 8%-a volt igazán lényeges dologra vonatkozó. És ennek a 8%-nak a felét, vagyis 4%-ot általuk befolyásolhatatlan dolgok okozták. Azon aggódtak, hogy vajon a Vörös Kína lerohanja-e Észak-Vietnámot és ehhez hasonlókon, amivel kapcsolatban az emberek úgysem tehetnek semmit. Végeredményben a felmérés kimutatta, hogy legalább 96%-a mindannak, ami miatt az emberek aggódnak, az jelentéktelen, sose következik be, nem érdemes aggódni miatta. Honnan ered az aggódás? Az aggódás az aggódó mentalitásból ered. Ha olyan családban nőttünk fel, amelyben a szülők folyton aggódnak, valami miatt mi is aggodalmaskodók leszünk. Ez egy feltételes reflex. Látjuk, hogy aggódnak, olyanok akarunk lenni, mint ők, mert ők a legfontosabb emberek az életünkben, így hát mi is aggódunk. Láttam olyan 4-5 éves gyerekeket, akik igazi aggodalmaskodók. Összeülnek a többiekkel, és aggódnak még akkor is, ha nincs miért. Mert a fantáziált tapasztalatok valódinak tűnnek. Az a feladatunk, hogy elűzzük az aggódást. Szeretnék 2-3 ötletet adni, amit használhatnak. Az első, amely mindközt a legnépszerűbb, a következő. Ma csak a mának éj. Ma csak a mának éj. Ne aggódj amiatt, mi lesz holnap. Ne aggódj amiatt, mi lesz egy év múlva, vagy 6 hónap múlva. Tégy meg mindent, amit tehetsz ezen a napon. Teddy Roosevelt azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj. Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj. Ma csak a mának éj. Azon aggódj, hogy túljuss a mai napon.
Ma csak a mával törődj, ahogy a Biblia mondja, hagyjuk a holnapot magának, hiszen elegendő gondot okoz a mai nap. Egy másik módja az aggódás leszerelésének, és én magam tömérde kihívással néztem szembe a pályafutásom során, csak a tényekre figyeljünk. Ez nagyon fontos. Csak a tényekre figyeljünk. Nem a látszólagos tényekre, nem az elképzelt tényekre, nem azokra, amelyek nyilvánvalónak tűnnek, hanem csak a valódi tényekre. Áldozzunk időt a helyzet vizsgálatára, és találjuk meg az ügyben a valódi tényeket. Rájöttem, hogy a legtöbb aggodalom nyomban elpárolog, amint elég tényre teszünk szert. Ha azt halljuk, hogy valaki tett valamit, vagy nem tett meg valamit, üzleti kapcsolataink változásáról, vagy magánéletünk változásáról hallunk, derítsük ki, hívjuk fel az illetőt, szerezzük be a megfelelő és pontos információt, hogy választ kapjunk, és azt tapasztaljuk, hogy a tények megszüntetik az aggódást. A legtöbb aggodalmaskodó ember sokkal szívesebben aggódik, mint sem időt áldozna rá. Megkérdezné, mi is történik valójában? Kérdezzünk rá, tanulmányozzuk, olvassuk el a szükséges anyagokat, nézzük a tényeket. A legfontosabb követelmény az üzleti siker érdekében, de általában is, az élet bármely területén az, hogy szerezzük be a szükséges tényeket, hogy válaszaink pontosak legyenek. A harmadik módszer az, amit én aggodalomrombolásnak nevezek. Az aggodalomrombolás kifejezés az egyik hallgatónktól származik. Azt mondta, ez az érzés szó szerint megmentette az üzletét és a szellemi épségét. Az összes technika közül a legegyszerűbb, olyan, mint egy dinamit, 4 lépésből áll. Tehát az első lépés. Ha valami nem hagy nyugodni bennünket, határozzuk meg világosan írásban. Határozzuk meg világosan írásban. Üljünk le, szánjunk rá időt, és írjuk le. Írjuk le pontosan, mi az, ami miatt aggódunk. Üljünk le, és írjuk le. Ez az, ami miatt aggódom. És írjuk le pontosan a helyzetet úgy, ahogyan látjuk. Az orvostudomány azt állítja, hogy a pontos diagnózis 50%-a a gyógyulásnak. A pontos diagnózis az írásbeli meghatározás, a gyógyulás 50%-a. Nagyon fontos, hogyha néha úgy érezzük, hogy a problémánk túlságosan összetett, egyszerre több problémánk van. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy csokorhelyzet. 2-3-4 problémánk van egyszerre. Ha írásban világosan meghatározzuk, ki tudjuk írni magunkból. 1, 2, 3, 4. Mert előfordul, hogy sok apró probléma egyszerre együtt taggaszt bennünket, és néha elég megszüntetnünk az egyiket, és a többi magától elpárolog. Olyan is van, hogy az egyik, a problémacsokor egyike, a lényeges és a többi lényegtelen. Tehát határozzuk meg írásban. A második, ha már világosan meghatároztuk, és ez a kulcs, határozzuk meg a lehető legrosszabb végeredményt. Határozzuk meg a lehető legrosszabb végeredményt. Kérdezzük meg magunktól, mi a lehetséges legrosszabb dolog, ami a helyzet eredményeként történhet. Mi történne, ha a legrosszabb bekövetkezne? Határozzuk meg a lehető legrosszabb eredményt. Ekkor érdekes dolog történik. Rájövünk, hogy aggódásunkban aggodalmunkat vagy szorongásunkat nem az esemény okozza, nem az esemény aggaszt minket. Ami bennünket aggaszt, az egy esemény előérzete. És a pszichológiailag kifejtett ellenállás, vágyakozás, remény, ima, hogy ne történjen meg. Ha pszichológiailag meghatározzuk a lehető legrosszabb eredményt, mégpedig írásban, és azt mondjuk, hogy a lehető legrosszabb, ami történhet, az az, és konkretizáljuk, és leírjuk egy papírra, azt tapasztaljuk, hogy az aggódás eltűnik. Olyan, mintha elpárologna, amint leírtuk a lehető legrosszabb eredményt. A stressz abból adódik, hogy nem akarunk szembesülni azzal, ami megtörténhet. Erről később még beszélni fogunk, ez a tagadás pszichológiai jelensége. Megtagadjuk, nem ismerjük el. Például van egy beruházásunk, ami egyre kilátástalanabbá válik. Meg kell mondanunk, mi a legrosszabb, ami a beruházással történhet. A legrosszabb az, hogy rajta vesztünk. Ha kimondjuk, hogy rajta veszthetünk, hirtelen megszűnik az aggodalmunk, mert tudjuk, hogy megeshet. A harmadik lépés, de hadd térjek vissza az előzőre, a kapcsolatainkat illetően, előfordul, hogy egy kapcsolatunk boldogtalan, és azt kérdezzük, mi a legrosszabb, ami megtörténhet. A legrosszabb, ami megeshet, az, hogy elveszítjük a kapcsolatot, megszűnik a kapcsolat, fel kell tennünk a kérdést, belepusztulunk ebbe? Belepusztulunk a beruházás elvesztésébe, vagy a munkahely elvesztésébe, vagy a kapcsolat elvesztésébe? A válasz természetesen nem, minden veszteségből fel tudunk épülni. A harmadik lépés, apropó, sok ember van,
aki sejti, hogy rákos betegségben szenved, de nem fordul orvoshoz, mert nem akarja tudni. A stressz, amit a nem tudás bizonytalansága okoz, valójában súlyosbítja a betegség lefolyását, és végül, amikor már el kell mennie az orvoshoz, akkor már nem lehet megmenteni. A stressz, amit a szembesüléstől való félelem okoz, távol tartja őket az orvostól, és így a még lehetséges gyógyulástól is. A harmadik. Határozzuk el, hogy elfogadjuk a legrosszabbat, ha meg kell történnie. Határozzuk el a legrosszabb elfogadását, ha meg kell történnie. Ez nem passzív és nem végzetszerű. Mondjuk azt, ha semmit nem tehetek, és ennek meg kell történnie, el fogom fogadni. Van egy mondás, ami így szól. Ami nem gyógyítható, azt el kell viselni. Ami nem gyógyítható, azt el kell viselni. Mondjuk ezt. Jó, ha ez történik, elfogadom, és e szerint cselekszem. Nem fogom hagyni, hogy megtörjön, nem pusztulok bele. A negyedik lépés. Tegyünk meg mindent, hogy a legrosszabbat elkerüljük. Azonnal tegyünk lépéseket a legrosszabbnál jobb eredményért. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, elfogadjuk, hogy megtörténhet. És eldöntöttük, hogy e szerint cselekszünk, ha bekövetkezik. De megteszünk mindent, amit tőlünk telik, hogy biztosítsuk, a legrosszabb ne történjen meg. Az üzleti életben ezt minimax megbánás analízisnek nevezik. Minimalizáljuk a maximális megbánást. Más szóval azt kérdezzük, mi a legrosszabb, ami történhet, és hogyan csökkenthetem a maximális megbánást. A minimax technika egy szenzációs technika, amivel kitisztítja a fejünket. Az egyik legjobb módszer a következő. Tényleg ügyes módszer. Vegyünk egy papírlapot. Hosszában egy vonal, keresztben pedig egy másik. És töltsük ki az oldalt. Erre az oldalra írjuk fel elnézést, ide azt írjuk definíció. Világos meghatározása annak, ami aggaszt bennünket. Erre az oldalra írjuk fel az LRE-t. Lehető legrosszabb eredmény. Aztán írjuk ide az elsőt. Emiatt aggódom, pontosan meghatározom, aztán ide azt, hogy mi a lehető legrosszabb eredménye. Kettes, emiatt aggódom. Kettes, lehető legrosszabb eredmény, stb. Minden alkalommal, amikor ezt elvégzik, a probléma elpárolog. És a legtöbb, persze nem mind, a legtöbb stressz vagy feszültség megszűnik, fejünk kitisztul, és tiszta fejjel hatékonyabb a gondolkodás. Nos, az utolsó pont az aggódással és a negatív érzelmekkel kapcsolatos kérdéskörben az, hogy mi az ellenszer. Mi az aggódás ellenszere? Na, mit gondolnak? Egyszerűen ez. A határozott cselekvés. Az aggódás egyetlen valódi ellenszere a határozott cselekvés. Mindaz, ami hozzásegít ahhoz a ponthoz, ahol határozottan cselekedhetünk, vagy Shakespeare szavával élve, fegyverkezz fel a bajok árjával szemben, és ezzel állítsd meg. Minden, ami hozzásegít minket a határozott cselekvéshez, megszünteti az aggodalmat. Miért? Azért, amit helyettesítési törvénynek nevezünk. Nem foglalkozhatunk egy problémával vagy helyzettel, ha közben határozottan cselekszünk a megoldás érdekében. Aggódás és megoldás egyszerre nem lehetséges. Az aggódás majdnem mindig akkor lép fel, amikor túl sok időnk van rá. Az aggódás a negatív célkitűzés egyik formája. Emlékeznek a koncentráció törvényére? Mindaz, amire gondolunk, megnő. Minden alkalommal, amikor aggódunk, voltak éppen mit csinálunk. Azt tapasztaljuk, hogy gondolkozunk, beszélünk, töprengünk, fantáziálunk éppen arról, amit nem akarunk. Az elvárás törvénye azt mondja, hogy amit elvárunk, az megvalósul. Az, amitől nagyon féltem, megvalósult, ahogy Jób könyvében áll. A vonzás törvénye szerint az uralkodó gondolatainkkal összhangban lévő embereket és körülményeket vonzuk az életünkbe. A következő okból kifolyólag beszélünk annyit az aggodalomról. Vannak emberek, akik soha nem aggódnak semmiért. Ez a módszer egyébként a lehető legrosszabb eredmény meghatározásának a módszere, az aggodalomrombolás. Szenzációs módszer a döntéshozatalban is. Ha belekerülünk egy szituációba, és így vagy úgy döntenünk kell felőle, az első kérdés a helyzet felmérése után, mi a legrosszabb, ami megtörténhet? Emlékszem a nagy Paul Getty-re, aki a világ egyik leggazdagabb embere volt. Azt mondta, hogy ezt a módszert, a lehető legrosszabb lehetőség meghatározását, ő, mint döntéshozatali módszert alkalmazta minden egyes üzletének lebonyolításában. Mielőtt bármiben döntött volna, megnézte, mi a legrosszabb, ami megtörténhet, és biztosította, hogy az ne történjen meg. Határozzák el most azonnal, hogy kiírtják az aggodalmaskodást, a fantáziált tapasztalatokat, amelyek valódinak tűnnek, hogy megtörténhetőnek fogadják el a lehető legrosszabb eredményt, és azonnal kezdjék el megtenni mindazt, ami önöktől telik, hogy határozottan cselekedhessenek az aggódást okozó szituációk kiiktatására. Ez a módja annak, hogy végleg kiküszöböljük
legrosszabbként negatív érzelmeinket. Az ember magával hordozza sikerét vagy kudarcát, amely nem a külső körülmények függvénye. Ralph Waldo Trine.